Japan Egyetem Georgi Konkara Európa elsőként alapított mezőgazdasági felsőfokú tanintézeteként nagyon sokrétű oktatási és kutatási feladatokkal rendelkezik. 7 alapszakunk van, tehát alapképzési szak felsőoktatásban, 4 felsőoktatási szakképzési szakunk és 9 mesterszakunk. Újraindult ismét az 5 éves osztatlan agrármérnök képzés is, tehát én úgy gondolom, egy nagyon szerteágazó a Dunántúlon, tehát lehet mondani, hogy országosan is nagyon jó és magas színvonalú képzést folytatunk Keszthelyen. A Georgikonra idén 260 hallgatót vettünk fel a rendes eljárásban. Most van ugye a pótjelentkezés, pótfelvételi eljárás, reméljük, hogy ott is még egy 50-60 hallgatónk lesz. Ez az FS, a BSC és a mesterszak, ami szeptemberben indul. Összességeivel 1300 hallgatónk van. Van képzésünk Székelyudvarhelyen, vidékfejlesztési agrármérnök szakunk, tehát ez is egy nagyon szép eredmény, én úgy gondolom, a beiskolázás terén, amit idén elértünk. A Szentlőrinci Gazdanapokkal legalább 10 éve veszek részt a karnak a különböző beiskolázási PR marketing tevékenységében, 12 éve. Azóta minden évben itt voltunk, és nagyon jó kapcsolatunk van a vásárigazgatósággal, és hát fontosnak tartjuk itt Dunántúlon is, hogy megjelenjünk. Általában részt szoktunk venni a nagy kiállításokon, és hát a Szentlőrincet azért szeretjük, mert ugye ez a nyár közepén van, és nagyon sok olyan gazdával találkozunk, volt végzett hallgatóinkkal, akik szeretik a Georgikont és szívesen jönnek hozzánk. Ugye itt a Dél-Dunántúlon elég komoly burgonyakutatási tevékenység folyik, és nagyon sok szakmai partnerünk van a Burgonyakutatási Központon, Agrártudományi Kutatóközponton keresztül, akik burgonya termesztéssel foglalkoznak. Rengeteg gazda érdeklődik a burgonya fajtáik iránt, ugye nagyon jó minőségű Keszthelyen, illetve hát részben még a régebbi Marietta pusztai nemesítési helyen nemesített fajtáink vannak, amik ökológiai szempontból kiválóan alkalmazkodtak a helyhez, és szerencsére nagyon, nagyon komoly érdeklődés van a burgonya iránt, sőt azt is lehet mondani, hogy 10 érdeklődőből 6 általában a burgonya iránt érdeklődik, 2 a Keszthelyen nemesített szőlőfajták iránt, és 2-3-2 ember az, aki általában oktatási tevékenység iránt. A Georgikon az mindig is egy nagyon sokrétű gyakorlati tevékenységet is folytató képzési hely volt. Ezt már mondhatjuk, hogy az 1790-es alapítás óta folyamatosan gyakorlatorientált képzést folytattunk, és hát ugye jelenleg is ez a burgonya, a tanüzemünk, ami ugye majdnem 1000 hektáron fekszik, minden lehetőséget biztosít arra, hogy gyakorlatorientált képzést folytassunk. Tehát a kiállításon alapvetően pályorientációs tanácsadást is tartunk, hogy ez annak köszönhető, hogy az EFOP 3-4-4-es projekt keretében vagyunk kint, ami ugye a felsőoktatásba való kerülést támogató kommunikációs program a Pannon Egyetemen. Tehát ez a program az, ami lehetővé tette, hogy mi most itt részt vegyünk, és hát annak nagyon örülünk, hogy nagyon sok fiatal érdeklődött a pályorientációs tanácsadás iránt.